dolgozom több mint 20 éve, úgyhogy megértem egy-két változás a hálózatfejlesztés területén. Röviden fogok beszélni nektek, hogy miért lehet jó az 5D, azért mondom, hogy lehet, mert meglátjátok, hogy ezek inkább lehetőség halmaz, amit inkább egy konkrét fejlesztési irány jelenleg. Mikor várható ennek a bevezetése, és ez hogy fog megtörténni az operátoroknál? Kezdem egy rövid áttekintéssel. Az 5G mit is jelent? Az 5G az 5. generációs mobilházat, a GS generációt jelent. Van egy nagyon érdekes mintázat, ha visszatekintünk a történelemben, hogy 10 évente jelentek meg ezek a generációk. Nem hiszem, hogy sokan emlékeztek rá, de az 1G az 80-as években indult be, ez kifejezetten jelenti rendszer Magyarország, ez analóg technológia volt, és elsősorban és kizárólag angárkitelre volt használatos. Ami nagyon fontos, amikor technológiáról beszélünk, hogy mekkora körülnyéri el a szolgáltatásokat, illetve milyen szolgáltatásokat futtatunk az adott technológián keresztül. Az 1G szűk körnek volt elérhető a hangszolgáltatás. Tudjátok el, hogy Magyarországon volt 70 ezer ember, akinek volt ilyen nagy társadalmi telefonja, rohangált az ország, berakta az autóba, és ezzel tudott telefonálni, sokszor még Bécsből is. A 2G-re jelent meg az adattechnológia, ez nagyon fontos, mérföldkő volt a távközlésben, illetve a 2G biztosított mindenki számára a hang hozzáférést. Most tudok egy nagyot, jelenleg mi a 4G-t lakjuk be, négyében már az adatátviteli képessége a hálózatnak az eléri a vezetékes közel. Szerintem ti is használjátok a telefonjaitokat, érzitek, hogy a minőség megközelíti a vezetékes minőséget. Azonban a fejlődés az igényeket nem állnak meg. Nagyon sok paraméter van az adatátvitelnek. Az egyik fontos paraméter a csúcs adatátviteli sebesség, ami a jelenlegi rendszerekkel egy gigabit per szekundum, mi is lesz a tudatokban. De ez nem áll meg, és itt jön be az 5G szerepe, ez föl fog menni 10 gigabit per szekundumra. Sokan kérdeztek, hogy ugye minek. Ez általában nem csak csúcssebességet jelent, hanem egy idejű felhasználó szám növekedést jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy 100 megabites felhasználó 10-szor annyit tud kiszolgálni a rendszer. Másik fontos paraméter, pedig a létezik egy késlelkedés, ami jelenleg 10-20 millisekundumot jelent a hálózatban, ez le fog menni egy millisekundumra, ami az agy működésével fog megegyezni nagyjából. A harmadik nagy terület pedig a dolgok internete, egy teljesen új terület. Már a régi időben is voltak már eszközök, amik kommunikáltak egymással, ez most robbanás előtt áll a világban. Nagyjából azt lehet elmondani, az 5G technológiát arra találták ki, hogy az összes szolgáltatás fajtát, ami jelenleg felrövid lehetőség, kiszolgálja jövőben. Ráadásul mindez hatékony módon, mondva ezzel azt, hogy a jelenlegi technológián bármilyen szolgáltatás, hogy ugyanazon a rendszeren keresztül folyatok át, ugyanazt a képességhalmazt kapunk, szükségtelenül sokszor lehetnek olyan alkalmazások, amik nem igénylik a nagy sávszélességet, a gyors adatátvitelt, stb. Át is ugranák, igazából az 5G mit hoz nekünk. Három fontos úgynevezett használati eset van, vagy use case, a szabályosításban, amiről beszélünk. Az EBBD, az Evolve Mobile Broadband, az a meglévő szélesávú internet használható kiszélesedni. Mondok egy elég extrém példát, sajnos Magyarországra nem igaz, az 500 km-re számoló TGV-ket is kell tudnunk támogatni a jövőben, ez Magyarországnak, az jelenleg a rendszerek 350 km-ről támogatnak. Az adatátvitel sebesség, hogy mondtam, 10 gigabit per szekund, 100 megabit lesz, ahol szeretnénk kerülni, de inkább egy fontosabb területet lépünk át a dolgok internetére, ahol nagy mennyiségű, közel 1 millió eszközt lehet kiszolgálni egy nézőkilométeren belül, szerintem ez egy óriási változás, de arra a smart city-re gondoltok, smart home-ok, ez egy abszolút reális elvárás. A megbízhatósággal növekszik a rendszereknek, az azt jelenti, hogy 4-5-9-es pontosság, tehát 99,99%-os megbízhatóság jelent meg a hálózatokban, illetve az 1 millisekundos válaszidő. Ez hol lehet fontos? Az ipari alkalmazásoknál. A robotizált gyárnál jelenleg a wifi nem megoldás, nem megbízható rendszer, nem védett, nem elég secure. Mindenképpen fontos egy új technológia arra, hogy ezeket le tudjuk vezetni. Események. Szerintem ti is járnak eseményeken, de látjátok sokszor, hogy állat fogasztás és a korlátos. Mindenképpen egy új világ fog elindulni, és arról beszélhetünk, hogy mi kell ehhez. Kell ez frekvencia. Sokba kerül az operátoroknak, de kell. Tehát nem egy frekvencia nélkül. Idén lesz egy opció, minden operátor szerintem úgy frekvencia. Kell egy szabvány, ugye miért kell szabvány, a terminális házat együtt működjön egymással. Ezeket 18 végén lezárták, 19-20 az év, amikor az operátorok igazán elkezdik fejleszteni ezeket a szabványos hálózatokat. Azon kívül egy óriási változás lesz a hálózatokban, minden területen a házat összes szegmensében modernizálni kell. Ez minden operátor számára több éves folyamat. Tehát bárki állítja, hogy 2020-ban képes a kérdés a teljes házat, ez nem igaz, ez egy 3-4 éves fejlesztési folyamat lesz minden irányban. Egy-két fogalom csak adaptív antenna, nem tudom, aki rádióval foglalkozott, ismerős neki, de aki IT technológiában van a cloud native, hybrid konterizáció, bocsánat, gyors vagyok, ezek megjelennek a mobil hálózatokban is, ez mindenképpen egy
ételet, illetve a terméket. És végül egy utolsó dolog, mi a meghívás számunkra, az hagyja, hogy van 5G, de marad a 2G, 3G, 4G, nem tudunk belőle kimozdulni. Tehát ezek itt maradnak, legelőször a 3G fog lekapcsolásra kerülni, ez 2022-23 magasságára, még az is messze van, nem lesz állandó komplexitást, el kell vinnünk. Illetve, ami nagyon fontos, hogy jelenleg egyetlen egy use case vagy business case létezik, ez pedig a növekvő adatprogram kiszolgálása, de ahogy mondtam nekik, ez sokkal több minden jó. Hogy igazából az operátorok küldetése az, hogy a felhasználók, a fejlesztők számára ilyen játszóterem biztosítson az elkövetkező években, hogy kialakulnak azok a use case-eti szolgáltatások, amiket igazából az ügyfelek később igényre tudnak felvenni. Köszönöm a figyelmet, próbáltam egy perc alatt összefoglalni. Bármi hátrány az 5G elégéhez képest? Milyen? Bármi hátrány van az 5G elégéhez képest? Az ára. Tehát hogy sokkal kerül el. De egyébként semmi. Mindenbe jó lesz. Tehát az ilyen életteli hatás az egyelőre. Ez egy nagyon kérdés. Sokszor előkerül, szerintem olvastatok róla, index, cikkek, stb. Az életteli hatás. Nincs különbség. Tehát mai világban is 4G rendszerekre használunk hasonló frekvenciós sávokat. Az tény, hogy a meglévő rendszerek megmaradnak és rá fog épülni az 5G. Az egésznek az eredő hatását kell majd vizsgálni, erre fogkutatásokat és méréseket folytatni, de azt kell tudnotok, hogy az operátorok szabályok mentén működnek, tehát ott mi telepítünk egy állomást, ezeket mérjük, és betartjuk az előírásokat. A mi szerintünk egyelőre szekültet. Semmi olyan nyilvános, illetve tapasztalati tény nincs, ami azt támasztaná, hogy veszélyes lenne az ögér. Simán. Szerintem ez a 4G-n is elmegy. Mi a problémád? Ami kár létez, nagyobb az. Jó, értem. Nem létezik, hogy ez értem. A paraméter kérdés, hogy mi az, ami probléma most neked. A sávszélesség, hogy létez. Hát ha létez, egy kritikus, egyébként nagyon kevés alkalmazás van. Egy például azért elmondok nektek. Voltam Olaszországban egy workshopon, és ott például a földrengés jelzőrendszert építenek ki. Ez Lapilla, ez egy olasz falu, ahol pár éve volt földrengés, ez a 10 éve talán. És minden házra felszerelünk egy szenzort, ami figyeli a rengést, és ha tényleg millisekundumok számítanak majd akkor, amikor egy földrengésen indul, hogy milyen gyorsan kapcsolják az áramszolgáltatás, és a többi területek. De nagyon kevés ilyen van. Szerintem meg kell próbálni. Én azt gondolom, hogy ez lehetőség lehet. Nem tudom a választ rá, nem egyértelmű. Ez mennyire egy kis világhálózat, amire azt mondja, hogy kis világhálózatok nagyon elnámolnak a bármilyen nagyon földrengés, nehéz, megszakadó szegmensekkel szemben. Tehát például még évekre fogott fel T-Comnak valamelyik kábelén Budapest és Szegedből mellett, mert egy apró legjobb szegmennek az interneten miatt. Értem. Kérdés. Ez ugyanerre igaz lehet. Nem ezen múlik ez. Az optikai kábel fogja ellátni a bázisállomásokat, a rádiós forrásokat. Az a kérdés, hogy milyen redundanciát épít be a szolgáltató, mennyire gyűlös a hálózata. Ez nem attól függ, írtam a megbízhatóságot. Tehát ez egy elosztott paraméterű hálózat lesz, sokkal inkább. Ez azt jelenti, hogy a funkciókat szét lehet dobálni sokkal inkább, mint a jelenlegi hálózatban. De az egy tervezési jel, amit te mondasz. Ha azt követik az operátorok, akkor ezek a megszakadások ezek nem okoznak ilyen problémát. Tény, hogy mindenek már egy költségszintje, és az a kérdés, hogy 2-3 óra megállás kell összehasonlítani egy milliárdos beruházással. Csak mondom a gyakorlatot nektek, hogy hogy működik egy operátor. Sajnos nem tudok az ideális elemi elvezetést. Ha már költségek, akkor kell új telefont vennem 2021-ben? Igen. Igen, ez így van. Így van, az a kérdés, hogy miért veszem új telefont? Mert én szerintem a 4G nagyon sok mindenre velem, most nem jutott nekem idő, 4G-ben is van IoT, ez a 4G nagyon sokáig jó lesz. Én szerintem Magyarországon 2025-ig tökéletes lesz a 4G. Nagyon speciális alkalmazási területek lesznek az 5G-ben, amik jók lehetnek. Ezt őszintén mondom nektek. Szerintem még nagyobb a úgynevezett hype az egész technológiának, mint amekkora értéket az hoz jelenleg. Akkor másképp kérdezem, van mondjuk 8 darab Raspberry Pi-om, és azokat szeretném nem Wi-Fi-vel, hanem 5G-vel, tehát hogy így tudjon használni gyorsan, meg hálózatot kötni. Mennyire lesz drága? Tehát hogy annyi, mennyire lesz drága egy modul hozzá? Tehát hogy le vannak erre besvések? Vagy? Ha abból indulok ki, hogy például az IoT, ha te IoT eszközre akarod használni, az áron drasztikusan csökken. A 3G volt az a technológia, amit
szabadalmi jogok miatt nagyon nehezen tudtak a Qualcomm kezéből visszaadni, de a 4G-re már nem eszegyük, azért azt gondolom, hogy és mondok egy egyszerű példát, Kínában nagyon hamar lesz egy széles körben, kínai piac óriási, megjelenik egy nagy piaci szereplő, meg Amerika, egyből a mennyiségek meg fogják határozni az árat, szerintem sokkal gyorsabban fognak csökkenni az árat. Viszont az igaz, hogy nem az első naptól kezdve. Ugye minden eszközgyártó él azzal a lehetőséggel, hogy elsőként jelenik meg a piacon, tehát drága készülőkkel kell kezdeni, vagy szoktak kezdeni, de azt gondolom, 2-3 évvel az árat nagyon gyorsan le fognak csökkenni. És ezt remélem, ilyen piac is, és nem lesz annyi, hogy őszintén mondom, a 4G és az 5G technológia, a technológia szempontból rádiós technológia szemben nem különbözik nagyon egymástól. Uh-huh. Tehát ez nagyjából... A paraméterek azok impresszívebbek voltak. Tehát így van, mert a protokollokhoz hozzányújtak, nagyon sok mindenhez hozzányújtak, de az alapok az nagyon hasonló, ezért a költségszintek szerint nem lesznek a a bug teljesítmény nem sokkal, nagyobb azt mondtad, hogy nincs más egyáltalán kockázat. Az adott teljesítmény, igen, az adott teljesítmény az hasonló, mint a jellegi technológiáknak. Tehát csak az rá, azt kell tudom, 100-200 watt, most úgy mondhatjuk, hogy a szám. Sokkal sűrűbben a városban, nem? Viszont ez egy jó kérdés, hogy milyen sűrűbb leszek. Azt kell tudnotok róla, és akkor aki rádiótechnikával foglalkozott, ezek ugye smart antennák, intelligens antennák lesznek, tehát nem feltétlenül egy sűrűbb hálózat, ezek ilyen lapantennák lesznek, olyan nyalábokat tudnak létrehozni a dipol antennák, amik majd nagyjából követik a felhasználókat. Viszont az tény, hogy egy nyalában lehet olyan energia sűrűség, ami kérdéses. Tehát ezeket kell nekünk megvizsgálni. Beamforming, pontosan ez az a technológiának a neve. Szerencsére ez most már elérhető. Én nem aggódnék őszintén az életemi hatások miatt. A telefonod az sokkal közelebb van a fejedhez, mindig ezt szoktam mondani. És azt kell tudni, hogy a 2G technológia 2 wattos volt, a 3G, 4G technológia 2,1 wattot sugároz képek eleve, az újabb technológiák élettani szempontból a telefon teljesítményre nézünk sokkal alacsonyabbak. Tény, hogy van a frekvencia sáv, ami viszont más élettani következményekre jár. Aki nagyon fél, azt szoktuk mondani, hogy az emberek 10,000-e egyébként érzékeny bármilyen elektromágneses sugárzásra, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy bármit csinálsz, zavarni fogja egyszerűen az ő komfort érzetét. Viszont ha valakit zavar, az ne teszi magára egy telefont, és sokszor, hogyha internetet használok eleve, a fejünktől távol van. Hát ezek ilyen apró praktikus dolgok, de szerintem ez. Én nem tartanék semmitől. Most sem, nem kell félni az övgéptől. Azt szerintem, hogy megkérdezik tőled egy kicsit, hogy mindig egy ilyen periférikus kérdés, de mi az érzésed a Li-Fi bevezetéséről? Li-Fi ez a Wi-Fi-nek valami? Nem, a Li-Fi ez a Free Space Optical Communication. Ja. A LED lámpák, ilyesmi. Tök jó. Őszintén szerintem mindennek megvan a helye. És azt is mondom nektek, hogy a Wi-Fi-nek is megvan a helye. Tehát tök jó az 5G, sok szempontból, de nyilván a lakásban teljesen jó, hogy hittek van, vezetik és vége, optika a vége, célra megfelel, olcsó technológia, erre a kitalálni. Utolsó kérdés, és akkor beleharapjuk, bocsánat. Akkor az MIOT piac azért van ilyen jó pozícionálva a technológia, mert a létezi miatt, az alacsony létezi miatt teljesen sorban van. A modul az drága lesz, az elején a sáv szélességben nem tudom mennyire lesz szükség belőle, alapvetően ilyen szenzorokra, most két dolgot is mondtál, általában az alacsony latenszív igény technológiák nem is feltétlenül alacsony adatsebességűek, ezek elválnak egymástól. A szenzorokról beszélünk, ott a latenszív sem nagyon számít, az már 4G-n is elérhető, ami nem elérhető, hogy 1 millió eszköz menjen egy négyzetkilométeren belül. Tehát ez az egyik korlát a technológiában. A latenszív bizony egyébként 22 körül jelenik meg a hálózati szinten ez a fajta képesség, ott az eszközök valószínűleg drágábbak is lesznek az elején. Leginkább az önvezető autóképet láthatok róla egy példa erre az alkalmazásra. Szerintem ezek drasztikusan, tehát milliárd számra gyártják ezek az eszközöket, ezeknek az állapok csak. Jó, mi gondolod, hogy az 5G fogja dominálni ezt a... Én azt gondolom, hogy igazából az 5G azért kell, mert ha nagyon sok eszköz lesz, a 4G már nem jó rá. Tehát itt el lehet sok mindennek kezdeni a 4G-vel, a latency-re most kezdik kitalálni a use-kézeket, úgymond, ezek az ipari alkalmazások, de ezek berobbannak, a meglévő technológiák nem alkalmasak rá. De inkább ezt fogja hajtani a mennyiség az IoT világban. Egy utolsó utáni kérdés. Mennyire lehet zavarni az egyet? Hát... Mert most könnyű egy tömegrendezvényen magunknak csinálni. Lehet zavarni. Mindenki lehet zavarni.
Ennek ezért tettem fel a kérdést. Teljesen ez a baj, persze. Ja, elnézést, még van egy kérdésem. Én úgy hallottam, hogy a magyar kormány nagyon nyomatja az 5G-t. Ez igaz vagy nem? Ez mondom, ez inkább politika, meg szlogán szinten van, szándék szinten van. Szerintem mindenki az üzleti érdekei szerint fog betenni. Köszönöm a figyelmet!